Korábban ez az épületrész nyújtott sportolási lehetőséget a nyírteleki diákok számára. A tornaterem azonban elsősorban a szűkös hely miatt már hosszú ideje nem bizonyult elegendőnek, a Szent Anna katolikus általános iskolában tanuló közel 300 gyermek számára. Az intézmény hátsó udvarában egy teljesen új alapokra épülő sportcsarnokot hoznak létre, a korábbi épületet pedig új funkciókkal látják el. A régi épület részeink megújulnak, a régi sportcsarnokból, illetve az csak egy tornaterem volt, a tornateremből kiképzésre kerül 4 tanterem, és új vizesblokkjaink lesznek, szertáraink, orvosi szoba, a kápolna is átrendeződik egy picit, tehát voltak éppen a régi épület részben egy látványos felújítás történik, és ahogy ugye hallották, egy teljesen új sportcsarnok épül. A katolikus egyház 2017-ben vette át a nyírteleki általános iskola fenntartását. Mint azt a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke elmondta, a gyermekek lelki és testi fejlődése érdekében döntöttek úgy, hogy teljes mértékben magukra vállalják a beruházás költségeit. Ez egy jó iskola volt akkor is, és reméljük, hogy a mi fenntartásunkban még jobb lesz. És ez egy nagyon nagy kegyelem, hogy mondhatom így, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy saját forrásból tudjuk bővíteni ezt az épületet, és tudjuk felépíteni ezt a csarnokot, amely azt hiszem hiánypótló, és a gyerekek nagy örömére fog szolgálni. Nyírtelek polgármestere arról beszélt, nem csak az itt dolgozók és tanulók számára fontos az új létesítmény, a sportcsarnokot ugyanis a városlakók is igénybe vehetik majd. Nagyon nagy lépés ez, nem csak az iskolának, hanem Nyírtelek város településének is ez nagyon fontos. Nagyon jó, hogy ez létrejött, mert egy olyan sportolási lehetőség lesz nem csak az itt élők gyerekeinek, hanem az itt élőknek is, ami eddig nem volt a településen, illetve nagyon jó, hogy az egyházmegye és a város között egy ilyen kapcsolat van, amelynek következtében ez megvalósulhat. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, ma már nagyon fontos, hogy a gyermekek számára ne csak az oktatás feltételeit, hanem a kultúrát, környezetet is megteremtsék. Egy iskola, egy település meghatározó közintézménye, és az itt tanuló gyerekek testi épsége fontos, de talán még fontosabb az a lelki többlet, amit egy iskola tud adni, a tudásbeli ismeretanyag átadásán túl. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az ismeretanyag átadása mellett a nevelés is nagyon fontos, és itt Nyírtelken, ebben a kisvárosban, Nyíregyháza környéki kisvárosban nagyon fontos, hogy egy színvonalas, jól működő intézmény legyen, és én napról napra azt érzem, hogy nem csak a fizikai fejlesztéssel, hanem a lelki fejlődéssel, a szakmai fejlődéssel ez az iskola a legjobb iskolák közé kerül. Bár a munkálatok már javában folynak, csütörtök délelőtt jelképesen egy időkapszulát is elhelyeztek, ami többek között az intézmény alapító okiratát és a beruházás látványtervét is tartalmazza. Az épület részek felújítása és az új sportcsarnok építése a tervek szerint decemberben fejeződik be.